Beszakadt tető, korhadt gerendák és előregedett cserepek. Ezek a felvételek pár évvel ezelőtt készültek a Nagybégányi Kultúrházról, ahol ekkorra már életveszélyessé vált a tetőszerkezet. Az évek során viszont a helyzet tovább romlott, ezért a háborús helyzet ellenére is elengedhetetlenné vált a tetőszerkezet felújítása. A munkálatokat még tavaly decemberben kezdték el, és lassan már a befejezési fázishoz érnek el. Az épületet 1990-ben építették, viszont a Szovjetunió szétesését követően nem volt rá elég forrás, hogy gondját is viseljék. A mostani felújítással az eróziót kívánják megállítani, vagyis azt, hogy ne kerüljön olyan állapotba az épület együttes, hogy azt később már ne tudják felújítani. 2020-ban, amikor megalakult a Nagybégányi kistérség, 7 településsel itt kapott helyet, ez lett a központ a Nagybégány községgel. Ebben az épületben, amelyet 90-ben még a Nagybégányi kolhoz épített fel, kolhozirodaként, kultúrházként és egy nagy sportteremként működött ez, akkor érte fénykorát. Mai napra egy ilyen 30 éves épületről beszélünk, de sajnos az elmúlt 30 év alatt nagyon megrongálódott, főként a tetőszerkezete. Egy nagyon balesetveszélyes tetőszerkezet lett. Sajnos a háborús helyzet miatt nem állt módunkba felújítani, nem engedték nekünk ezt az építkezést, de mivel olyan rossz állapotba került, hogy ha nem újítjuk fel, akkor még egy telet nem bírt volna ki, és összeszakadt volna az egész tetőszerkezete, ami viszont nagyon nagy kár lett volna ezért a nagy épületért, így engedélyt kaptunk csak a tetőszerkezet felújítására. Így november végén, 2023. november végén, decemberben elkezdődött a tetőfelújítás. Mai napra már így állunk, tehát a kultúrház tetőszerkezete, a sportépület tetőszerkezete megújult, még nincsen teljesen befejezve, hiszen a vízvezető csatornák hiányoznak róla és a stáblon, de már nagyon jó állapotban van. A tetőfelújítás mellett egyéb munkálatok is zajlanak. Többek között kialakítják a kistérség adminisztratív szolgáltatási központját, valamint egy olyan közösségi tér felújítása is zajlik, ahol a fiatalok számára biztosíthatnak akár néptánc vagy más jellegű foglalkozásokat. Több ezer négyzetméter van ezen a kultúrházon belül, tehát egy óriási, hatalmas nagy színpaddal, ami szerintem bátran mondhatjuk, hogy a Beregszászi járásban az egyik legnagyobb színpad nézőtérrel, 450 férőhelyes nézőtér van hozzá. Ezek még mind nagyon rossz állapotban vannak, ezek a helységek, amiatt, hogy beázott ugye ez a tető. Jelenleg nem áll módunkban, nincs a lehetőségünk, hogy ezeket felújítsuk, ezért egy termet szobával szeretnénk felújítani, ma már elég jó folyamatában van. Itt szeretnénk a gyerekeknek helyet biztosítani, néptánc, népdalok, helyi hagyományaink, kultúránk megőrzése céljából itt foglalkozásokat szervezni nekik. A Nagybégányi példa is mutatja, hogy a háborús helyzet ellenére is megvannak azok a lehetőségek a kistérségekben, amelyek révén a fegyveres erők támogatása mellett gondot viselhetnek a helyiek a művelődési igényeik kielégítésére is.